Sziasztok, jó reggelet kívánok! Megmutatom nappali fénynél is kempinget. Akkor a vihar jött éjszaka, és így el is került egyébként egy az egybe a környéket, aztán a végén. De akkor a vihar, hogy ide állítottam így a sátrat a fenyőfák alá, közel ide a fedett részhez. A kerékpár is legyen biztonságban. Akkor a vihar volt, még távolról a villámokat is láttam már éppen. Időnként fölkeltem, nézegettem a radart, aztán elkerülte a környéket éjszak felől. Hát, összepakolok, aztán nem nagyon tudok mit tenni, indulni kell, de gyorsan. Fák és bokrok mögött, akkor tehát a sejjei. Hársfa kemping található meg, ahol ezt az éjszakát töltöttem. 8 óra van, elindulok. Itt pedig, bal oldalon, a termálfürdő. Ugyanis sejje, hát egy jó 33-34 kilométerre található Harkánytól, de egy hasonló termálfürdővel rendelkezik, erről híres. Kempingre visszatérve 2750 forint idegenforgalmi adóval. Azt tanultam egyszer egy általam nagyra becsült tanártól, egyetemi docenstől, és egy kiváló szakembertől, hogy ha valakitől, vagy valakiről, vagy valamiről rossz véleményed van, akkor úgy mesélj róla, de ne mondd ki konkrétan a nevet. Ha meg jó véleményem vagy, akkor mondd ki a nevet mindig, feltétlenül. Azt mondom, hogy ez a Hársfa kemping, ez egy tök jó hely. Ez egy tök jó hely. Én még ide vissza fogok térni. Érdekes, hogy szinte teljesen be van hálózva ez a picike település ilyen kerékpár sávokkal, kerékpáros táblákkal. Ugye a vidék maga Drávától északra, Mecsektől, Villányi-hegységtől délre, ugye mint ilyen főbb domborzati elemek, itt ez a síkság, ez az Ormánság. Az Ormánság vidékén járok. És jártam már tegnap este is. Egyelőre viszont, hogy beinduljon a motor, egy kávéra van szükségem valahol. Most elsősorban a kék eget mutatom, másodszorban az utcaképet, de azért azt is. Nagyon jó idő van, nagyon meleg lesz ma is, viszont narancssárga riasztásba fordult az a terület, amerre megyek. Nagyon heves zivatarokat ígérnek. Tegnap megúsztam, voltak tőlem éjszakra. És aztán ez az éjszakai nagy zivatarlánc is éjszakra húzott el. A Szombathely magasságába lépett be Magyarországra, és így elforgott ugyan dél-kelet felé, de ide nem ért el. Ma vajon elkap-e valami? Éppen benéztem az egyik mellékutcába, Domb utca a neve, tényleg egy kis magaslat is van itt. Ott van fönt a templom, most nem látszik a házaktól. Nem találtam nyitott vendéglátó ipari egységet, majd elhalasztom az ilyen irányú dolgaimat későbbre. Sejje, tényleg egy nagyon pici település, 3000 fő lakja, de még így is kisváros. És még ezzel együtt is
úgy kisváros, hogy az Ormánság fővárosának mondják. Tehát az Ormánságban a legnépesebb település. Nagyon érdekes az Ormánság, ugye mondom itt a Dráva sík. És azért is emeltem ki ezt a Domb utcát, mert tényleg nem teljesen asztallap simaságú az Ormánság. Ilyen kis buckák vannak, ez nagyon jól érezhető, hogy az ember teker. Néhány méteres szinteket tesz meg fölfelé. És ezek így kiemelkedtek ebből a régen nagyon mocsaras, lápos környezetből. És ezeket ormáknak hívták, ezek a pici kiemelkedések, ezek ilyen vízmentesek voltak áradáskor is, és ide építkeztek. Ez az egyik elmélet, hogy miért Ormánság a neve a helynek. Hát a másik meg az, hogy a török Ormán, az az erdő szóból eredeztethető. Ez egy sűrű erdőkkel borított vidék volt honfoglalás korában, mint hogy az ország nagy része. Tehát ez is logikus lenne. Tipikus ormánsági táj. Nem forgalmas az út, azért időnként elhúznak mellettem autók. Ez esetben tényleg olyan az út, ez úgy Harkánytól igaz, hogy ilyen kisebb-nagyobb kanyarokat nagyon hosszú egyenes szakaszok követnek, és aki hajlamos arra, hogy odalépjen a gázra, az ilyen helyeken odalép. És embertelen, hogy mikre képesek időnként, milyen előzésekre vállalkoznak. Következő falu Bogdása. Ki is volt írva, hogy határközség. Jó napot, szia! Gólya, elég sok gólya van. Ilyen frankó kis gólyafészkes települések vannak erre. Hát Bogdása, határközség, nagyon-nagyon közel vagyok a horvát határhoz. Itt is egy ilyen kis halom, látjátok. Rajta a templom. Igen, nagyon érdekes, hogy most már többségben vannak a katolikusok, de az Ormánság hagyományos vallása a református. Nagyon nagy református közösség élte errefelé, aztán szépen felhígult, és most már többségében vannak a katolikusok, ez egy ilyen érdekesség. Dráva fok. Igen, ahogy így haladtam utazásom során, fokozatosan hát nyugati irányba, néha ugye egy kicsit délnyugati, néha kicsit északnyugati, de nyugati főirányban egyre inkább megközelítettem a Drávát. Ez továbbra is így van, közeledem a Dráva folyóhoz. Egy szakaszt Dráva mellett is akarok menni. Itthon vagy, Dráva fok. Partner községek. Engem viszont a kocsma érdekel. De ott is egy szinte minden ilyen nagyobb kéményen van gólyafészek. Na nézzük. Kocsma. Van kocsma. Nézzük meg. Nézzük. Megejtettem a kávézást. Hát, ugye tegnap mondtam, hogy vagy nyugati kocsma. Na azért ez nem volt az. Szia! De azért megvolt a törzs közönség. Udvarias kiszolgálás volt meg, és szóba is elegyedtem a helyi arcokkal. Semmi gáz nem volt. Még jó utat is kívántak, meg kifejtették azt, hogy hát eléggé melegem lesz. Ezt ugye azért én is tudom. Bár még mindig inkább, mint hogy mondjuk 3 órán keresztül csapkodó villámok között csévéljem a pedálokat, inkább süssön a nap. Mindenképpen ki akartam próbálni egy ilyen kis eldugott helyi kocsmát. Megvan a feelingje. És ez még nem is annyira eldugott, mert Dráva fok az itt helyezkedik el a főút mentén, hát főút 3 számjegyű, de itt vannak annyira eldugott tényleg az Isten háta mögötti falvak is, hogy csak na.
Nem messze, ott már látni, vagy az előbb láttam legalábbis a Dráva töltését. És van itt valami, amiről mindenképpen érdemes szót ejteni, csak nehéz ügy. Nehéz ügy manapság ilyesmiről beszélni, mert minden irányba ki lehet kanyarintani a dolgot. Minden szélsőség rácsaphat. Hát kitaláltátok, a cigányság kérdése. Ugyanis ormánság nagyon úgy él a... Hát már aki hallott az ormánságról egyáltalán az országban. Olyan kép él az emberekben, hogy hát itt hatalmas a cigányság aránya. Na most hivatalosan 6%, ugye ezek a statisztikák önbevalláson alapulnak. A 6%-nál jóval magasabb, ebben minden szakértő egyetért. Vannak olyan falvak, hogy 98%-100%-ban beás cigányság lakja a falvakat. Tehát itt azért mindenki értse, hogy itt ez abszolút nem pejoratív értelemben, vagy rossz ártó szándékkal mondom, vagy ilyen szándékkal beszélek erről. Ez egyáltalán nem igaz. Lakócsa balra és Barcs pedig szintén elérhető 6-os úton keresztül, a 6-os számú főúton keresztül. Ugye ez az út beletorkollik, mármint hogyha most így balra fordulok, beletorkollik a 6-osba. Nem fordulok balra, hanem megyek tovább egyenesen, akkor is a 6-os út felé megyek. Csak akkor teljesen más felé, hogy nagyjából Szigetvár irányába. Itt mindenképpen lefordulok, tehát akkor nézzünk hátra. Hosszú, nagyon hosszú, egyenesek. Ezt mondom, itt vigyázzatok, srácok, hogyha erre jártok. Nagyon megeresztik. Nagyon megeresztik ezeken a helyeken. Barcs 28. Igen, jó. És akkor visszatérek az előzőekre. Nehogy azt higgye bárki, hogy amit mondtam, azt bármilyen rossz ártó szándékkal, vagy uszításból, vagy ilyesből mondtam. Eszem ágába se volt. Somogy megye, harmadik megyém, megváltozik az útminőség. Eddig tökéletes volt, ez érdekes. Na, most Somogy, még egy jó darabig. Üdvözöljük Somogy megyében, Somogyország! Potony. Nem nagyon szeretném ma olyan nagyon-nagyon gyakran bekapcsolni a kamerát, mert mennem kell azért eléggé. De hogy itt olyan ritkán járok mostanában, már mondom régen nagyon sokat, ezt a kicsit általam is kevésbé bemutatott részt szeretném időnként azért bizonyos helyeken megmutatni. Potony, erről jutott eszembe egy vicces történet, ugye az NY végződés. Harkánnyal esett meg velem egyébként, nem ezzel potonnyal, de tegnap nem mondtam Harkánynál, hogy hát 90-es években volt, nagy tinik voltunk, két nagyon jó barátommal, Zolival és Pistivel, megmutatom, közben eteti a gólya a fiókáit ott fönt, sok fehér gólya van, a környező erdőkben pedig vannak fekete gólyák is bőven. Szóval ott Baja mellett bicikliztünk, amikor egy fiatal párosba botlottunk, stoppoltak. Egy srác meg egy csaj. Hollandok voltak, és hát kiválóan beszéltek angolul, mi kevésbé, azért akkor még legalábbis, de azért beszéltünk angolul. Beszélgetésbe legyettünk vele, vagy velük, és na ott a következő gólya. És mondták, hogy hát ők Harkanybe akarnak elmenni, Harkany. Mert hát ugye ott van a cuccuk is, minden, csak közben itt véletlenül túl messzire stoppoltak, valahogy vissza kell jutni, hát már azért esteledett eléggé ott Baja mellett. Harkany. Hú, Harkany. Mi az a Harkany? Most már nyilván, hogy sokkal többször jártam külföldön, meg sokkal többet beszéltem angolul, meg ugye elkaptam kicsit a külföldi beszédlogikát is már azért jobban. Most már azonnal tudnám, hogy miről van szó, de hát akkoriban még Harkany.
és ok, egyszer eszünkbe nem jutott volna, hogy harkány. És hát mondom a srácok, hogy fia, mondjál már valamit, hogy miről híres az a hely, vagy mi van ott. És mondja, hogy fürdő. És így emlékszem, hogy egymásra néztünk, így Zoli meg Pisti, így egymásra néztünk. Harkány, b***eg! És akkor utána így, hát útba igazítottuk, merre, melyik útra menjenek, hogyan, milyen messze van. Még emlékszem, próbáltunk gondolkodni, hogy esetleg tömegközlekedéssel hogyan lehetne. De potony, ez is lehetne potoni. Barcs, Kastélyos, Dombó. Barcs érdekel engem, a következő nagyobb településen Barcs. 17 km tehát. Ahogy mondtam, ez az út beleágazik a 6-os főútvonalba. Kicsit gyilokút, és akkor ott balra fordulva el lehet jutni Barcsra. Nem kell olyan nagyon sokat tekerni a 6-oson. Elég sokszor tekertem már arra. De hát nem kellemes. Oda süssetek, milyen erdők vannak itt. Tehát az, hogy fantasztikus erdők vannak a környéken, az nem kérdés. És emlékszem is, ezt egyszer kinéztem ilyen vadkempingező helynek, ezt a foltot pont. Majd egyszer. Egyszer. Hopp, itt eltakarja a keserű fű éppen, amit akartam mutatni. Na, ez a keserű fű is megér egy misét, majd egyszer beszélek róla. Olyan, mint hogyha felhagyott komló ültetvény lenne. Kastélyos, Dombó. Na, hát itt két dolog miatt kapcsoltam be. Egyrészt, hogy érdekes itt ez a rendszer. Éppen nincsen semmi már a növényeknek. Hoppot, mondjuk futnak fel a komló növénykék, de hát ez semmi. Szerintem itt már ilyen tervszerű termesztés nem zajlik. Darány 5, Kétúj falu 9. Irány Darány. Na, ez például református templom. Na, itt lehet kolbászolni kis utakon. Bőven, akinek ehhez volna kedve. Darány 5. Igen, azért itt most a táblákat követem, és majd vissza is térek erre a 6-os út kérdésre. Dráva Gárdony. De érdekes. Na, akkor én itt balra fordulok. Nézzük ezt a nagyon pici utat. Ez nagyon kicsi. És itt akartam, igen. És errefelé meg nem mutatta a tábla. Ezt akartam itt most megmutatni nektek, hogy ezt a balra fordulót nem mutatta a kerékpáros tábla, mert nem volt. Tehát ezért, hogy nem rakták ki, vagy már valaki leszette, én inkább az utóbbira tippelnék, mert azt kell, hogy mondjam, így több év táblatából most egészen jó, meg informatív kijelölések vannak táblákon. Szóval nem gondolom, hogy nem rakták volna ki. Most erre fordulok, tehát lefordultam még erről a tizedrangú útról is, egy századrangúra. És nem a 6-os felé megyek, mert hát, mint mondtam, arra felé is lehetne, és én nagyon sokat jártam arra, ezen a dél-dunántúli fő útvonalamon. Most viszont kipróbálok egy másikat, méghozzá a túra útvonalat, amit már nagyon régóta ki akartam próbálni egyébként. És mindenképpen biztonságosabb, és én arra számítok, látványosabb is, mint hogyha a 6-oson vagy a 6-os felé mennék. Máskülönben meg, mivel még nem jártam erre, kis felfedezés is, amit én mindig szeretek. Ugye mondtam, hogy vannak itt nagyon-nagyon eldugott falvak is. Már azok is azok tulajdonképpen, amikkel eddig jöttem, de azokon mégis átvezetett legalább egy harmad rangú vagy negyed rangú, tehát 3 számjegyű út, így értem. De hát ez,
Ráva gárdony. Ez nagyon, nagyon eldugott. Kíváncsian várom. Településkép az eddig megszokott, még gólya is van. Fiókákat etető gólya. De itt vége is a falunak, ez nagyon csöpnyi kis település volt. A kocsma előtt a törzsközönség kedvesen a mosolyogva integetett. Tábla. 4-es, illetve Eurovelo 13-as. Na nézzük, nézzük, hogy mit nyújt. Ott van valami tábla, ami elzárja az utat. Kíváncsi vagyok, mi lesz az. Ez. Erről van szó. Jött szembe autó. Vagy terepjáró. Nem tudom, hogy tulajdonképpen. Hát, meglátjuk. Nem hinném, hogy bármi gond lenne. Eldugott út. Nagyon eldugott út. Kedvemre való. Visszaértem a civilizációba, és erre kell mennem. A Dráva folyó irányába, Dráva töltés irányába. És bocsánat, Dráva Tamási a település maga. Alexandra vendégház, egész szép. Tulajdonképpen ez is zsákfalu. Ez új út, ez kimondottan a kerékpáros turizmus fellendítése érdekében lett aszfaltozott, bars 8 kilométer. És fontos is volt, pont azért, hogy a 6-os útnak legyen egy ilyen elkerülő szakasza, mert más nem lehetett volna használni. Na nézzük, ez már csak kerékpárút így a falu végén, ez jól hangzik. Keskenyebb is lett. Hát kis forgalom esetén ez elég, ez a szélesség. És nemzeti park. Bükki nemzeti park után a Duna-Dráva nemzeti park tábláját is meg tudtam így mutatni. Természetesen Baja óta a Duna-Dráva nemzeti park mentén jövök. Két folyóról Duna-Dráva nemzeti park. Pécsen van a központ, mármint az igazgatóság. És ugye vannak a ilyen nagyobb területek, a Gemenc, Béda Karapancsa, és aztán pedig a Dráva mentén ilyen szalagszerűen kisebb-nagyobb összefüggő területek. Alapvetően az ártéri világ, az ártéri erdők, ártéri erdők élővilágának megőrzése miatt hozták létre. Gemenc maga, mint erdő, a legnagyobb összefüggő ártéri erdő, erdőmaradvány, még így is, Közép-Európában, tehát a legnagyobb. Ez indokolta nemzeti parkká nyilvánítást, előtte tájvédelmi körzet volt, Gemenci tájvédelmi körzet, meg a többi is, Béda Karapancsa is. Ez nagyon jó ez az út. Persze az utat szegélyező akácos annyira azért nem tetszik, mert hogy az nem ártéri növény az akác, még csak nem is magyar, de még csak nem is európai. Egy idegen honos faj, 1700-as évek előtt nem is volt Magyarországon akác. Ezért bosszant föl néha, amikor azt mondják, hogy a jellegzetes magyar fafaj az akác. Persze. De itt úgy nézem, hogy talán majd lesz igazi ártéri növényzetben is részem.
Na igen, ez már egy tisztességes fehér nyár. Ez már ártéri növényzet, kérem. Még fenyők is vannak érdekes módon, de azért már az ártéri dzsungel is megjelenik. Hoppá, egy őz. Egy ősz suta. Néha még ilyen komoly, rövid kis lejtők és ugyanilyen emelkedők is vannak. Érdekes. Világbajnok ez az útvonal. Nem akarok olyan képet festeni magamról, hogy semmivel sem tudok elégedett lenni. Azért lehetne szélesebb ez az út, hogyha nagyon szeretnénk sok külföldi túrázót is ide csábítani, de ez így is. Ezt gyerekek, nagyon ajánlom, hogy gyertek el erre, meg az ormánságot is nézzétek meg. Nagyon jó ez az útvonal. Amit így tulajdonképpen bejárok tegnap meg ma, ezt az egészet ajánlom tulajdonképpen, nem csak ezt a szakaszt. Akkor mutassak egy kerékpáros pihenőhelyet is. Nem tűnik annyira barátságosnak, de igazából lehet, hogy nagyon praktikus abban az esetben, hogyha a folyó kiönt és elárasztja ezt az egész részt. Persze akkor megmarad a 6-os főút a kerékpárosoknak, de ezt nem viszi el a víz, az biztos. Tettől a pihenőhelytől, amit mutattam az előbb, egy ösvény vezet le a Drávához. Mutassak igazi árteret is, meg folyót. A Drávát már megmutattam elég sokszor, a Draurád végen tekertem, mondjuk. Már úgy egészen Dél-Tiroltól, ugye Észak-Olaszország legészakibb részétől kezdve mutogattam meg Ausztriában. Szerintem illene azért itt is megmutatni. Itt a Dráva. Na, mit szóltok? Egész komoly. Na, nézzük még, hová vezet ez az ösvény. Remélem, nem valami szeretkező párocskába botlok. Na! Oda süssetek! Egy ilyen vizeket, vadvizeket kedvelő embernek. Hát ez paradicsom. Szinte levetném a cipőmet és így átsétálnék. Nagyon jól néz ki. És úgy nézem, hogy a Barcs-Dráva Tamási szakasz végéhez érkezem lassan. Barcson egyébként nem csak kávézásra szeretnék megállni, hanem egy picit komolyabb pihenőt is gondoltam bele iktatni a túratervbe, akár valami kis kajálással egybekötve. Meglátom. Teljesen bent vagyok most már Barcson. Ugye ez már nem az ormánság része. Valahol Dráva Tamási magasságában már végképp magam mögött hagytam az ormánságot is, mint az egyik legfontosabb elemét ennek a túratervnek. Ez most már Barcs. Keresek valami jó helyet. Itt vagyok már teljesen Barcs belvárosában. Az a hely, ahol kajálni akartam, megszűnt, úgyhogy keresnem kell egy másikat. Azt kell, hogy mondjam, hogy Barcs eléggé kihalt. Pünkösd vasárnap van mondjuk, ez igaz, hosszú hétvége. Az ember azt gondolná, hogy ilyenkor azért mocorognak legalább a turisták, és úgy nyitva vannak a vendéglátó ipari egységek. Egy kávézót találtam nyitva, sütit tudtam enni. Az is jó volt, meg egy jó kis kávé.
És most már itt vagyok Barcs szélén, Nagy Adád 36, Babócsa 13. Nagy Atád is ebben az irányban fekszik, nem oda megyek most, Berzence irányába kanyarodtam el. Egy ilyen megnyomósabb szakasz jön. De régen voltam már ezen a környéken is, mármint itt Barcs mellett. Barcs egy jó 10 000-es város, tehát messze a legnagyobb településem ma eddig. Elég kihalt volt. És nagyon meleg is van. Az emberek kitikkadtan ültek a kocsmákban, a nyitva lévő kocsmákban. Továbbra is inkább síkvidék, kisebb hullámokkal. 3:45-12 lesz lassan, nem sokat mentem ma még. Alulról súrolom csak az 50-et. Ezért is most egy következő 50-en azért egy ilyen megnyomósabb, teljesítmény, túrásabb szakaszt álmodtam meg. Hát így az előttem lévő legalábbis, hát nagyjából 50 km, igen. Berzence, meg még utána is azért nyomni kell neki. Az előrejelzésnek megfelelően komoly felhősödés indult meg nyugatról. Egyelőre csak komoly felhősödés. Aztán meglátjuk. Már abban a zónában vagyok, ahol egyértelműen narancs fokozatú riasztás van. Elvileg néhány órán belül nagyon komoly felhőszakadásokra kell számítani. Komoly jéggel. Egyelőre még azért nincs probléma. Jó, nagy lendülettel jövök. Na, rám kúsztak a felhők. Az előbb még csak a horizonton voltak, szinte most már fölém értek. No, semmi komoly. Ezt az útépítést figyelem. Nem is működik ez a lámpa. Annyira süt a nap, nem látom most. Piros a ég? Na, mindjárt kinyomozom. Vízvár. Még itt is útépítés zajlik. Olyan kicsi a forgalom, igazából nincs is, hogy nem okoz problémát az ilyesfajta félpályás lezárás sem. Itt mondjuk még nincs is félpályás. Ott úgy nézem, megint lesz. Na, ez most kicsit megakasztotta a máskülönben elég jó tempómat. Ugye, mert 3:45-12-kor mondtam, hogy még nem vagyok 50-nél se. Most meg pont egy órával van később, 3:41, és már lényegesen 70 fölött vagyok. De jó volt a tempóm, de itt most az elmúlt néhány kilométeren ez megakadt egy picit. Annyi baj legyen, vagy legalábbis ez legyen a legnagyobb probléma. Berzence. Itt ott a bokor mögött a tábla, fel akartam venni. De ugye nem vettem észre, hogy ott van a tábla, csak azt láttam, hogy jön a település. Hirtelen fékeztem. Nem, mint olyan fontos lenne egy tábla, tehát jó van. Hát 1:30 sincs. 1-2 perc múlva, aztán már itt vagyok 85 kilométernél. De tényleg megnyomtam. Jó hosszú volt ez a lezárásos szakasz. Lassan lehetett haladni, nem a lezárás miatt, hanem mert nehezen lehetett menni azon az úton. Itt megállok egyet kocsmázni. Kitikkadtam. Kitikkadtam. Tulajdonképpen alig, hogy kimondtam, meg is álltam. Betolok egy körtelevet. Minden úgy kicsit úgy értetlenkedve néznek rám, hogy behűtetlent kérek, de hát mondom, nekem azonnal megfájdul a torkom, így 31-2 fokban, teljesen kimelegedve, nem bírom meginni a hideget. És kértem pagoda étlap. Egy teljesen egy klasszik, ilyen retro burgert kértem. Azért még átnézegetem, hogy mi van, lehet betolok valami desszertet. Sört majd a végén. Mármint nem ennek a végén, hanem az egész túra végén. De egyébként elég sok minden van.
nagyon kedves a kiszolgálás is. Teljesen ilyen burger kedvem van. A desszert van, gesztenyepüré. Hát, meglátjuk. Gondoltam, megmutatom magát a hamburgert is. Egész jónak tűnik. Hú, de jó volt ez a hamburger. Rendesen ittam is. Üdítőt, úgy értem. Ki voltam. Száradva, éhes is voltam. Még egy pici kávét is bedobtam. Berzence, tehát... Község, nagy község. 2000 és 2500 között van valahogy a lakosság száma. Régen még vára is volt, mármint hogy elég erős vára, amit aztán a törökök még tovább is erősítettek, mert elfoglalták. Pontosabban nem nagyon kellett tenni semmit. Ó, micsoda lejtő, oda nézzetek. Mert hogy amikor is volt 1500, hát azért kihagynak már nekem is azért az sejtjeim, 1566. Ugye a közeli nagy erősség, Szigetvár, amikor elesett, azért elég nagy csata volt. Akkor a várvédők ennek hírére innen kivonultak önként. Tehát tulajdonképpen igazuk is volt, mert az a sereg, ami Szigetvárat beveszi, az egy relatíve kisebb, gyengébb várat, még a mondom, itt helyi viszonylatban azért erős is volt, tehát igazából se perc alatt keresztül gázoltak volna rajtuk. És akkor a törökök aztán megerősítették a várat. Na, nincs nagy mozgás, most is csak azért jön egy autó, mert bekapcsoltam a kamerát. Az, ami érdekesebb, most ebből látszik, hogy kisgyerekes apuka vagyok, hogy egész Somogy megye első óvodáját, azt itt alapították valamikor 1860-valahányban. Tehát itt elég régóta van óvoda. Ezért Berzencén már volt komoly emelkedő is, nem csak lejtő. Komoly, hát ugye, ilyen mihez képest. De az a lényeg, most már úton vagyok Csurgó irányába, ahol majd Nagy Kanizsa felé fordítom a kormányt. Csurgónál vagyok, hát alig néhány kilométer van a két település között. Kötelességemnek éreztem tudósítani arról, hogy itt kezdődik egy kerékpárút. Ilyen kerékpárút kéne mondjuk, csak teljes hosszában. És nem csak Csurgó és Berzence közé, hanem mindenhol az országban ilyen kéne, és persze nem ilyen háromjegyű vagy háromszámjegyű utak mellé, leginkább az egyszámjegyű és a kétszámjegyű utak mellé kellene ilyen út. Mindenhol. Mint Hollandiában mondjuk. Jó, hát ott sincs mindenhol, de hát azért majdnem. És akkor megmutatom a településen belüli kerékpárutat is, ahol csak lépésbe merek menni, mert ha valaki kiugrik elém kapuból, nem tudok megállni. Persze mindjárt tartást véget, a tiltó tábla is ki van rakva az útra, ahol azonban autóforgalom nem nagyon van. Jó, oké, vasárnap is. Ráadásul pünkös vasárnap, oké, de településen belül, szóval, na ilyen kerékpárutat nem szabad építeni. Építeni? Hát ugye ez egy járda, amire fölfestettek sárga vonalakat. Letudták. Na ez már egy fokkal jobb, kettővel is. Hú, de befelhősödött. De amit mutatni akartam inkább, hogy így Csurgó után megjelennek a dombok, megjelennek az emelkedők. Hát, parányi emelkedők, de már legalább nem kamu emelkedők, mint eddig. Meglátjuk, mit hozok ki ebből az áttételezésből.
parányi, de azért már domboknak nevezhető halmok tűntek fel. Itt már Somogy és Zala határvidékén, hát persze következő megyén Zala lesz. Tehát itt a dombsor, át kell kelni rajta. Ujjaj! Most mi lesz? Borrog Szent Király, megy egyenesen tovább az út. Surd felé fordultam. Az emelkedők felé. 39-32-es a legkönnyebb áttételem. Elég lesz az. Néztem a szintemelkedést Berzencéig, hát 80, nem is tudom hány kilométerig, alig 200 métert gyűjtöttem. Most néhány kilométerrel később úgy kilőtt, tehát azt néztem pont a GPS-en, úgy kilőtt, hogy most meg már 300 fölött vagyok néhány kilométer után. És egyik emelkedő jön a másik után. Nem hosszúak, de tisztességesek. Következő hágó tetején azért meg lehet csodálni a dombokat. Egész komoly, ott lesz majd a következő emelkedő. Ugye itt ilyen észak-délies lefutásúak a dombhátak, és én pedig keleti irányból nyugat felé tartok. Tehát tulajdonképpen ugye merőlegesen, így nyilvánvaló, hogy le-föl kell menni, és még az út is kanyarog ide-oda. Hát komolyan, időnként kidöglöm, most is. Ez már azért hosszabb, jó meredekek. Ezzel az áttétellel persze végképp. Jó volt ez a kis dombvidéki szakasz. Gyékényes, nagy kanizsa, 21 kilométer. Továbbra sem lesz már teljesen sík. Hirtelen kilőtt 450-re a mai szintem. Szóval nagy kanizsa akkor a következő megálló. Több túrafilmemben megjelenik nagy kanizsa. Tehát nem ismeretlen terep, úgy egyébként sem, már nagyon sokszor voltam kerékpárral is. Még ha itt nincsenek is nagy emelkedők, azért a környező vidék az teljesen dombvidéki. Szia! És persze Zala megyében vagyok már. Ugye a dombsor, amit kereszteztem, illetve hát ugye párhuzamos dombvonulatoknak a halmaza, ami szépen keresztben átkeltem. Ugye mondtam, hogy az ott a határvidék, és tényleg ott egyszer csak az egyik kanyarban gurulás közben feltűnt a Zala megye tábla. Miklósfától kerékpárút vezet Nagy Kanizsa irányába. Ott van már a Nagy Kanizsa tábla. Hát az a kerékpárút már nincs a legjobb bőrben. Néhol kimondottan kellemetlen rajta menni. Erre szokták mondani, hogy onnak kell örülni, hogy van. Hát ez egyik legnagyobb hazugság. Ami szar, annak nem kell örülni. Na, Nagy Kanizsa, és hát akkor gyerünk az állomásra. Kanizsai állomásra. Nagy Kanizsa vasútállomás. Idáig tartott tehát a kis túra. Már a végét meg kellett nyomni, hogy elérjem a 17.08-as vonatot. De ezt sikerült megtennem, tehát még egy kávé belefér, hogy ne aludjak el, amíg hazaérek Sopronba. Igen, még van kicsit több, mint 10 perc. Nagyon jó kis túra volt,
Ma egyébként szinte pontosan ugyanannyit mentem, mint tegnap. 128.0 egyelőre is, akkor még Sopronban a vasútállomástól hazáig. Viszont jóval több szint, 496 volt benne. Szerintem biztosan tetszett nektek. Pannónia Interregio. Ezzel megyek most Szombathelyig. És végezetül, akkor ez most már Sopron. Szombathelyen kellett átszállni. Ilyen lógatós verzió volt a Szombathely és Sopron közötti járaton, azt nem szeretem annyira. De semmi probléma nincs ennek ellenére. Szóval egy nagyon röpke kis túrát mentem. Azt sem lehet mondani, hogy két napos, mert hát nem volt két napos. Tegnap délben indultam Bajáról, ma 5-kor meg már Nagykanizsán, és most is még nincs 8 óra. De jó volt. Jó volt. Sok szín nem volt az egészben, olyan 800 méter kb. De 260 kilométer. Összesen egész jó. Baja után egy kicsit a Mohácsi szigeten tekergőztem, aztán Kompalát Mohácsra. Picit ott elkolbászolgattam, itt-ottam ott ilyen érdekes helyeken a Villányi hegységig, aztán a Villányi hegység déli peremén az Ormánságig mentem, jól meghúztam a felénél azt a sejjét. Mert hogy körülbelül 130 km lesz, mire hazaérek. Ja, nagyjából 130 egész valamennyi. Pont a feléhez akartam rakni sejjét, de hogy pont ennyire a felén volt az, az véletlen. Na gyerekek, nem maradt más hátra. Mindenkinek nagyon jó túrázást kívánok. Bárhol a világon. Sziasztok!